Ítélet első fokon 14 év fegyházat kapott a Kántor Jánosi gyilkosság vádlottja, aki 2002-ben egy 81 éves idős asszonyt megerőszakolt és bántalmazott úgy, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Elkezdődött az ellenőrzés, írtaniuk kell a földtulajdonosoknak az allergiát okozó parlagfüvet. 18 darab, 9 nagy színpadi és 9 kamara színpadi előadást láthat a közönség augusztus 25-e és szeptember 2-a között a Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjában. Első fokon 14 év fegyházat kapott a Kántor Jánosi gyilkosság vádlottja. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A nyíregyházi törvényszék egy 2002-ben történt ügyben hozott ítéletet. Kántor Jánosiban egy 81 éves idős asszonyt otthonában erőszakolt meg és bántalmazott egy férfi. Az asszony bántalmazás közben életét vesztette. Bilincsben az előzetes letartóztatásból kísérték be a vádlottat a bíróság elé. Az 56 éves férfi 2002. októberében Kántor Jánosiban egy italboltban szórakozott. Hazafelé tartott, ittas állapotban bement egy helybeli, egyedül élő idős hölgy házába. A 81 éves sértett ágyában feküdt. A vádlott minden szó nélkül rátámadt, ütni kezdte és megerőszakolta az idős asszonyt, ismertette a vádiratot Bodnár Zsolt tanácsvezető bíró. A vádlott a szexuális erőszak után attól tartva, hogy a sértett azt el fogja mondani, könyökével a nyakára nehézkedett, azt leszorította és mellkasára térdelt. Az idős asszony halálát traumás, sokk és keringési összeomlás okozta, állt a vádiratban. Aljas indokból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntette miatt szabta ki első fokon büntetését a nyíregyházi törvényszék pénteken. A törvényszék 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közigyektől eltétás mellékbüntetésre ítéli. A bíróság a kiszabott szabadságvetés büntetésbe beszámítja a vádott által 2015. december 9 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt. A vádlott, akit a bűncselekmény elkövetése után 13 évvel, 2015. december 9-én fogtak el, a kihallgatások során ellentmondásos vallomást tett. A gyilkosság vádját tagadta, a szexuális erőszakot ismerte be. A bíróság az ügyben genetikai szakvéleményt is kért, amely során a vádlott DNS nyomait igazolták. Ezek alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy a sértett jobb kezének körömmintáiból majorkomponensként egy férfitől származtatható autoszomás DNS profilt mutattak ki. A genetikai vizsgálatok során a bűnnyel mintából kimutatott genetikai profil megfelelő okuszokon megegyezik DNS profiljával. Elfogadta a bíróság a szakértő azon megállapításait is, hogyha bárki mást a sértett, akár egy enyhe, nem látható karmorásra is megérintett volna, azt is ki lehetett volna mutatni a szakértői vizsgálatok során. Az ítélethirdetés után a vádlott bűnösségét emberölésben nem ismerte be, fellebbezést kért. Az ítélet nem jogerős, az ügyet másodfokon a debreceni ítélőtábla tárgyalja. Júliustól már bírságolhatnak a parlagfű miatt, ahol nem írtják az allergiát okozó növényt, 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő büntetés szabható ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mezőgazdasági területeken találnak több elhanyagolt parlagfüves parcellát. A növény növekedését serkenti a csapadékos időjárás, tehát mostanra már virágbimbósra nőtt a parlagfű. Ezeken a képeken a Földhivatal légifelderítő akciója látható. A tavalyi ellenőrzés sorozat alkalmával készítettük, ugyanis minden évben júliustól kezdődik a parlagfűmentesítés ellenőrzése. A nyár beköszöntével a gyomnövény megjelenik és allergiát okoz. A jelenlegi esős időjárás kedvezett a növény növekedésének. Július 1-ére vagy a július 1-e után virágbimbós állapotba kerül már a mi megyénkbe is általában a parlagfű. Valóban ebben az évben a kedvező időjárás miatt a parlagfű is intenzíven növekszik, nagy számban csirázott, nagy számban kelt. Számíthatunk arra, hogy nagy lesz a nyomás rajtunk. A parlagfűvel fertőzött területek nagysága lényegesen csökkent az elmúlt 10 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy néhány tő is nagy szennyezést tud okozni, mert a parlagfűnek óriási pollentermelő képessége van. Az ellenőrzés bejelentésre vagy felderítéssel indul el, a szennyezett területet GPS koordinátákkal bemérik, és az úgynevezett PIR rendszerre felkerül a terület. Felvett jegyzőkönyv alapján indítjuk az eljárást, ami a közérdekű védekezés elrendelését, a közérdekű védekezés végrehajtását jelenti, illetve növényvédelmi bírság kiszabását, aminek a mértéke nem változott, 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed a fertőzött terület nagyságától és a fertőzés mértékétől függően. Általában a mezőgazdasági és szántóterületeken találnak parlagfüvet az ellenőrzések során. Tavaly a megyében 108,7 hektáron 171 terület tulajdonos ellen indult eljárás, összesen 1 millió 920 ezer forint bírságot szabott ki a hatóság. 9 nagy színpadi és 9 kamara színpadi előadást láthat a közönség augusztus 25-e és szeptember 2-a között a Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjában. A színházbérlettel rendelkező nézőknek elővásárlási joguk van, ők online már július 15-től megvásárolhatják jegyeiket az előadásokra. A megszokott módon történő jegyárusítás pedig július 24-től indul a Móricz Zsigmond Színház jegyirodájában. Idén is gazdag a Vidor Fesztivál színházi program kínálata. A versenyprogram előadásai ezúttal is a Magyar Színház művészet műhelyeiből érkeznek. A legjobb vígjátékokat például a Budapesti Vígszínház, a József Attila Színház, a Karinti Színház vagy a Nemzeti Színház, a Székesfehérvári Vörös Marti Színház tolmácsolja a közönségnek. A fiatalabb, de országos hírű alkotóközösségek közül az Orlai Produkciós Iroda, a Nézőművészeti Kft., a Szkéné Színház, a Jászai Mari Színház, Népház, a Játékszín vagy a Rózsavölgyi Szaron Arts & Café látogat Nyíregyházára. Az új társulatok közül a Budaörsi Latinovics Színház, a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház, a Duma Színház, a Füge Produkció és a Vádli Alkalmi Színházi Társulás is bemutatkozik a közönségnek, hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón. Az idei versenyprogramban is 9 nagyszínpadi előadás, illetve 9 kamaraszínpadi előadás lesz látható. A fesztivál időpontja egyébként augusztus 25 és szeptember 2 között lesz, tehát egy nappal indul korábban, mint a tavalyi évben. Amit mindenképp kiemelnék a színházak közül, ugye minden évben itt vannak a nagy nevű színházak, a Vig Színház, József Attila Színház, de első ízben lesz látható a Nemzeti Színháznak is rögtön két előadása. A neveknél tényleg a teljesség igénye nélkül, mert a színejavait lesz a magyar színházi társadalomnak, de azért néhányat kiemelnék, a Kern András, Hernádi Judit, Jordán Tamás, Trokán Péter, Székhelyi József, tehát igazán komoly színházi egyéniségek lesznek láthatóak. Ebben az évben is 6 tagú a Vidor Fesztivál zsűrije, melynek elnöke idén első ízben Benedek Miklós Kossuth és Jászai Mari díjas, kiváló és érdemes művész. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a zsűriben a Móricz Zsigmond Színház társulatát is képviseli egy személy. A jelentkezők közül Szélez Zita, Domján Edit díjas színművésznőt sorsolták ki. A nézők soraiból banki osztályvezető, nyugdíjas, ügyész és gimnazista is bekerült az ítészek közé. Szintén újdonság ebben az évben, hogy a bérletesek kicsit jutalomképpen elővásárlásra kapnak lehetőséget, tehát ők már jövő hét hétfőtől megvásárolhatják a fesztiválra a jegyeket, akik nem rendelkeznek bérlettel, pedig egy héttel később. Az elővásárlási joggal rendelkező bérletesek a Vidor jegyeket július 17-e és 21-e között csak személyesen, a bérletek felmutatásával vásárolhatják meg, és előadásonként maximum 2 darab jegyet, összesen legfeljebb 4 darab jegyet válthatnak meg. Az online jegyvásárlás július 27-től válik elérhetővé az érdeklődők számára. 2014 óta nem fizették ki azokat az ingatlan tulajdonosokat, akiknek a tömbkórház építése miatt kár keletkezett lakásukban az Incédi soron, hangzott el a Jobbik sajtótájékoztatóján. Lengyel Máté kiemelte, a kórház javaslatára a lakók maguk kértek fel kárszakértőket az állapotfelméréshez, és azt az ígéretet kapták, hogy a dokumentum benyújtása után kifizetik őket.
Eddig ez nem történt meg. A párt most a felelősségvállalásra szeretné felkérni, vagy a kórházat, vagy pedig az állami egészségügyi ellátóközpontot. Bízunk abban, hogy a kórház, illetve az egészségügyi ellátóközpont részéről is a felelősségvállalás meg fog történni. Tehát el fogják ismerni azt, hogy a lakók épületeiben keletkezett károkért a projekt építési munkálatai során került sor, és az ígért biztosítás keretein belül a károsultaknak a károk kifizetése fognak kerülni. Egy motoros sodort el egy személygépkocsi péntek délelőtt Nyíregyházán a Szegfű utca és a Hunyadi utca kereszteződésében. A gépkocsi segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A sérült motorost a mentők kórházba szállították. A rendőrség keresi az autóvezetőjét. A csok lett az év szava. Hogy miért, azt hamarosan megtudhatják. Addig is nézzük a híradó további témáit. Bajnoki döntőt játszik a Nyíregyháza Tigers. A Divízió 2-ben eddig veretlen Tigrisek a döntőbe jutásért a Szekszárd Bad Bones ellen léptek pályára, és 26-0-ra verték ellenfelüket. A döntőben a Szombathely Crushers lesz a nyíregyháziak ellenfele. A mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti pályán. Szülővárosában Újfehérton köszöntötték Papp Klaudiát. A franciaországi 3x3 világbajnokságon ezüstérmet szerző kosaras egyelőre pihenő idejét tölti, de hamarosan elkezdi a felkészülést a nyíregyházi kosársulinál, ahol még egy szezont eltölt a több élvonalbeli klub által is csábított játékos. A csok lett az év szava. 2010 óta dönt a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 4 kategóriáról, így az év szaváról, antiszaváról, ifjúsági és költői szaváról. Minya Károly nyelvész televíziónknak úgy nyilatkozott, mindenképpen pozitív kicsengésű szót kerestek az év szavának. Az így kiválasztott mozaik szó pedig jó lehetőséget kínál a fiataloknak, és pozitív hatással van a demográfiára is. 2010 óta a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda egy angliai ötlet alapján választja ki az év szavát, antiszavát, ifjúsági és költői szavát. A munkatársok saját ötleteikből szűkítik le a kört végül a dobogós kifejezésekre. Így lett az év szava végül a csok. Családi otthonteremtési kedvezmény, ez egy mozaik szó, azon belül betűszó, és direkt úgy döntöttünk, hogy pozitív kicsengési szót választunk. Tehát annyi rossz történik a világban, hogy ez mindenképpen jó, annak ellenére, hogy vannak, akik ugye ezt másképp gondolják, hogy nem a pozitív töltetre gondoltunk. Tehát a kollégám nagyon kedvesen indokolta egyébként ezt a szót, hogy miért ezt választottuk, mert úgy gondolta, hogy hát bízunk abban, hogy a Magyarország demográfiai helyzete változni fog, hogyha a csókra és a csokra nyíló ajkak és szemek hatására vagy annak örömére születik majd sok gyerek Magyarországon. A második helyen a Brexit végzett, harmadik pedig a kvóta lett, de megválasztották az év antiszavát is, ez a párváltás, amely a kötődés nélküli párkapcsolatokra utal. Minya Károly kiemelte, a választás egyben egy kritika is a fiatalok számára. Ebben a kategóriában versenyben volt még a bulibáró is, amely így végül második helyen végzett. Az ifjúsági szó, az év ifjúsági szava az a filterbuborék lett. Na most természetesen sokan nem ismerik ezt, de van egy kolléganőm, aki direkt a netnyelvészettel, illetve az a fiatalok szavai kifejezésével foglalkozik. A filterbuborék tulajdonképpen egy szűrő, tartalomszűrő program. Tehát a legismertebb közösségi oldalunkon ez a program figyeli, hogy mi mit lájkolunk, mit osztunk meg, mihez fűzünk megjegyzést, azaz kommentelünk, és ennek megfelelően szűri a tartalmakat. Tehát ezek a tartalmak fognak megjelenni tulajdonképpen a mi oldalunkon, így az illető, aki ezt látja, egy buborékban van, mert azt hiszi, hogy mindenki vele ért egyet. De versenyben volt még a sajtburesztó is, ami Kenderesi Tamás úszó miatt került be a csoportba. Az év költői szavát Széchenyi István művéből választották. Ez a tett hazafi és száj hazafi kifejezés. Azért is lett ez a kifejezés dobogós, mert ez a két jellemforma ma is jellemző még, tette hozzá Minya Károly.
Bajnoki döntőt játszik a Nyíregyháza Tigers. A divízió 2-ben eddig veretlen Tigrisek a döntőbe jutásért a Szekszárd Bad Bones ellen léptek pályára, és 26-0-ra verték ellenfelüket. A döntőben a Szombathely Crushers lesz a nyíregyháziak ellenfele. A mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti pályán. Tovább tart a Nyíregyháza Tigers lendülete. A harmadosztálynak megfelelő divízió 2-ben a Tigrisek veretlenül nyerték az alapszakaszt úgy, hogy 5 mérkőzésen 167 pontot szereztek, és mindössze 33-at kaptak. A negyeddöntőben újabb fölényes győzelmet aratott az idei szezonban az építkezés szem előtt tartó együttes. A Debrecen Gladiators második csapatát 28-0-ra verték a nyíregyháziak, az elődöntőben pedig a Szekszárd Bad Bones gárdáját múlta felül 26-0-ra a Tigers. Sikerült a tervet végrehajtani a fiúknak. Nagyon fegyelmezetten játszott, főleg a védelem, és nem engedtek pontokat, így a támadók azért tudtak nyugodtabban játszani, nem volt rajtunk pontkényszer, és ez a nyugalom meghozta a gyümölcsét a támadó játékban is, úgyhogy ez a 26 pont, én azt gondolom, hogy eléggé magabiztosra sikerült. A védelem az mindig megnyeri a bajnokságot, azt szokták mondani, de a meccseket mindig meg kell nyerni, azt meg a támadók csinálják, én mind a kettőnek nagyon örülök, de elsősorban én a támadókra vagyok büszke, mert nagyon fiatal állományról beszélünk, az átlag életkorunk 11 játékosnak az átlag életkor 21 év, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fiatal gárda. A fináléban két veretlen csapat méri összetudását, mivel a Szombathely Crushers is hibátlanul menetelt a bajnoki címről döntő meccsig. Két jó csapat találkozik, én azt gondolom nagyon szoros volt a mezőny egész szezonban. A Szombathely egy nagyon kemény védelemmel rendelkező csapat, 7 mérkőzésen kaptak úgy 30 pontot, hogy az utolsó meccsen, a hetediken kaptak ebből 21-et. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény az ő részükről is. A mi védelmünk 33 pontot kapott 7 meccsen, tehát körülbelül ugyanazt az erőt képviselheti a két gárda. Viszont ami a támadókat illeti, nekik 100 akárhány pont volt az egész 7 meccses átlag, nekünk 218. Tehát én azt gondolom, hogy a statisztika alapján valóban két jó csapat találkozik, de mi bízunk abban, hogy hazai rendezésű döntőben az aranyat itthon tudjuk tartani. A Nyíregyháza Tigers Szombathely Crushers találkozó vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti pályán. Szülővárosában Újfehérton köszöntötték Papp Klaudiát. A franciaországi 3x3 világbajnokságon ezüstérmet szerző kosaras egyelőre pihenőjét tölti, de hamarosan elkezdi a felkészülést a nyíregyházi kosársulinál, ahol még egy szezont eltölt a több élvonalbeli klub által is csábított játékos. Papp Klaudia nevét hallva elsőként a nyíregyházi kosársulira gondolnak a sportbarátok, mivel a játékos már jó ideje az amatőr nemzeti bajnokságban szereplő NKS kulcsembere. Azt talán kevesebben tudják, hogy a fiatal irányító szülővárosában Újfehértón ismerkedett meg a sportág alapjaival, és máig is a város lakója. Elsősorban édesanyám miatt kezdtem el kosárlabdázni, hiszen ő is gimiskora óta kosárlabdázott. Aztán, mikor általános elsős voltam, a testnevelő tanárom hívott be, hogy próbáljam ki, és utána azért szerettem meg. Újfehértó polgármestere Nagy Sándor köszöntőjében elmondta, hogy a város Szegedi Károly Kenü személyében már adott egy olimpikont a magyar sportnak. A következő újfehértói olimpikon a franciaországi világbajnokságon ezüstérmet szerző 3x3-as csapat tagja Papp Klaudia lehet, mivel a kosárlabda 3x3 elleni változata bekerült a 2020-as tokiói játékok programjába. Én rendkívül büszke vagyok erre a teljesítményre, városvezetőként is, és magánemberként is, hiszen Dia olyan példaképet állított az újfehértói fiatalok elé, ami mindenképpen követésre való, és ha belegondolunk abba, hogy a képviselőtestület az elmúlt évben Szegedi Károly testnevelési sportdíjjal jutalmazta a díjazás történetében legfiatalabbként díját, akkor én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen megérdemelte ezt az eredményt, hogy sikerült hozniuk, és én azt mondtam neki a beszélgetés kapcsán, hogy biztos vagyok benne, hogy a későbbiek során fog ez még fényesebben is csillogni. Illetve még egyetlen dolgot mondtam, ez pedig az, hogy Újfehértó város történetében egyetlen olimpikon van a Szegedi Károly kenuban férfiként, és én bízom benne, hogy a későbbiek során, ha Dia beérik teljesen, ő lehet a város történetében majd a 20-as olimpián, vagy azaz követő olimpiák valamelyikén az a hölgy, aki nőként olimpiát szerez a városnak.
Bár a világbajnokság óta már eltelt 3 hét, az élmények még mindig frissen élnek az irányítóban. Még mindig hatalmas élmény számomra ez az egész, ami velem megtörtént. Tényleg leírhatatlan érzés, ami volt. Nagyon örültünk neki, és a csapat ünnepléskor is nyilván szó esett erről, akkor is folyamatosan csak annyit láttam, hogy mindenki annyira boldogan mesélt róla, mint egy tényleg egy kisgyerek, aki az első ajándékát kapta körülbelül. Remélem, hogy még részt veszek egy ilyen hasonló élményben. Papp Klaudia a világbajnokság óta nem vett kosárlabdát a kezébe. A pihenőnek lassan vége lesz, a játékos elkezdi a felkészülést a nyíregyházi kosársulinál. Bár több élvonalbeli csapat is hívta a 21 éves irányítót, tanulmányai miatt a következő szezont még az NKS-nél tölti a világbajnoki ezüstérmes. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket. Még egyszer, röviden. Első fokon 14 év fegyházat kapott a Kántor Jánosi gyilkosság vádlottja. A nyíregyházi törvényszék egy 2002-ben történt ügyben hozott ítéletet. Kántor Jánosiban egy 81 éves idős asszonyt otthonában erőszakolt meg és bántalmazott egy férfi. Az asszony a bántalmazás közben elhunyt. Júliustól már bírságolhatnak parlagfű miatt, ahol nem írtják az allergiát okozó növényt. 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő büntetés szabható ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mezőgazdasági területeken találnak több elhanyagolt parlagfüves parcellát. A növény növekedését serkenti a csapadékos időjárás, tehát mostanra már virágbimbósra nőtt a parlagfű. 9 nagyszínpadi és 9 kamaraszínpadi előadás láthat a közönség augusztus 25-e és szeptember 2-a között a Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjában. A színházbérlettel rendelkező nézőknek elővásárlási joguk van. Ők online már július 15-től megvásárolhatják jegyeiket az előadásokra. A megszokott módon történő jegyárusítás pedig július 24-től indul a Móricz Zsigmond Színház jegyirodájában. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 14-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Napközben nedvesebb, labilisabb, kissé hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Az éjjel átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben hosszabb, később rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Majd éjszaka ismét kevesebb lesz a felhő. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12-15 fok között alakul. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként erőteljes lehet a gomoly felhő képződés. Több helyen zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban napsütéses száraz idő várható. Fokozatosan emelkedik a nappali felmelegedés mértéke. A jövő hét közepétől egyre több helyen visszatér a kánikula.